Sorsodat nézem, a szépségedét. Útja a romboló időn visz át, hisz mind búcsúzik az édes, a szép, s hal oly gyorsan, ahogy más nőni lát. Az ősz is csak egy évszak, a földtengely ferdeségének velejárója. Persze társítunk hozzá annyi mindent, iskolakezdést, indián nyarat, kiránduláskor színes lombokat, vagy éppen zörgő avart, még sötét reggeleket, vagy a kátyukból felfröccsenő hideg sár előli rémült elugrásokat. Ha viszont van kerted, vagy akár csak egy ládád az ablakpárkányon, az ősz mást is jelent. Nem csak kívülállóként nézed az évszakok változását, azt számolod fel, amit te ültettél, előtted nőtt, amit gondoztál, vagy hanyagoltál, ha úgy alakult, aminek élvezted a termését, amihez közöd volt. Nyilván tudod, hogy túlzás az elmúlást emlegetni, hiszen az ősz is csak egy évszak, a földtengely ferdeségének velejárója. Mégis a kert letisztázása meditatív munka. Óhatatlanul párhuzamot vonsz az életeseményeiddel, értékeled az évet és mindazt, ami történt veled. Igen, én inkább teszem ezt ilyenkor, mint december 31-én. Mostanában könnyebb okulni, még frissebb, kézzelfoghatóbb az élmény. Át tudod gondolni, mi volt az, amit jól csináltál, mi volt az, amit jókor születeltél, amivel degeszre etted magad, amin legközelebb sem változtatnál, és mi volt az, amin lenne mit javítani. Ha több figyelmet fordítottál volna az első jelekre, vagy áthelyezted volna a prioritásaidat, elkerülhető lett volna, hogy a termés rád rohadjon? Lehet, hogy nem. Persze azt is tudod, hogy ami most lekerül, nem kárba vész. Lesz, ami tüzelőként meleget ad, lesz, ami komposztként táplálja majd a jövő évi növényeidet. Lesz, amit kár kidobni, ami eddig is éveken át szolgált, és még simán lehet neki adni újabb és újabb feladatot, hogy támaszték lesz belőle, jelölő, vagy a nyulaktól, kutyáktól kerítesz le vele egy-egy értékesebb tövet, majd elválik. És ezzel párhuzamosan lesz, ami az élettapasztalathoz adódik, egy újabb vért a jövő fegyvertárában. A jövő évi kert nem pont az idei kert. Ha kihasználod a tapasztalataidat, akár még jobb is lehet. Előfordulhat persze most is, hogy takarítás közben itt-ott még felfedezel egy-egy nem várt termést, amit eddig a gyomok takartak. Adj neki még egy kis időt, ha beérik, igazi csemege lesz. Még ha ízre nem is tolja le a nyáriakat. Tény, hogy van ilyenkor egy kis megtorpanás, egy melankolikus nyugalom. Ez jól is van így. Lehet, hogy végignézel az üres kerten és hiányérzeted van, keresel más tennivalókat, amikre nyilván szükséged is lesz. De ne sietesd. Majd kielvezed akkor, amikor eljön az ideje. Mert hogy a kert arra is megtanít, hogy hiába tűnik úgy, hogy lassul körülötted a világ, az élet megy. Nem, ezt a klisét nem sütöm el. Szóval az ősz is csak egy évszak, a föld tengely ferdeségének velejárója.